talán sikerült valamennyire, most hogyha ezt esetleg filccel, meg hadd használjuk szegény filccet is, megpróbáljuk jobban érzékeltetni, hogy mit is akarok mondani. Tehát maga a kör egy sík felületen így van. Most nem olyan tökéletes, de nem számít. Egy sík felületen is tulajdonképpen, ha elmozdítjuk, mert hogy ez dimenzió, talán erről már egy picit hallottál, ugye van egy hosszúsága és egy szélesség ennek a papírnak. Ugye ez A4-es, iszonyú vékony papír, tehát nem beszélhetünk mélységről. Ez egy kétdimenziós papír, amin szeretnénk egy olyan labdát ugye rajzolni, ami minthogyha, mint ahogy a fénykép is készül, minthogyha a valóságban lenne három dimenzióban. Ez mindig egy kicsit olyan furcsa, egész nap halljuk ezt a 3D-s, ide 3D-s, mit jelenthet? Hát ez azt jelenti, hogy ennek van tere, mélysége, tehát térben helyezkedik el. Na most ez a körünk, ami itt van, hogyha egy picit, most a kamerához megpróbálom, érdekes, ugye megemeljük és eltorzítjuk, akkor megváltozik, és már nem kör lesz, hanem egy ellipszis, egy ovális, ugyebár. Jó sikerült? Próbáljam egy másik irányba? Így? Így jobb? Igen. Tehát megváltozik a kör, és már nem lesz kör, hanem egy ellipszis, egy ovális. Talán a focipályákon lehet látni ezt a, ugye, ezt csak azért mutatom, mert hogyha teljesen fölülről nézi valaki azt a pályát, azt fölülről látod, akkor kör. Viszont hogyha a lelátóról nézed, akkor biztos, hogy nem kör, hanem az egy ilyen torzított, egy ellipszis forma. Hogy miért mondom ezt? Mert ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy tehát most lerajzolnám ezt a labdát, akkor nyilvánvalóan megkeresném ezt a pontját, ahol illeszkednek. Ugye ezek ilyen körök, amik a térben vannak. Azért választottam ezt a labdát, mert nagyon jó példa arra, hogy megértsük azt, hogy ezek gyakorlatilag fölülről nézve, ezek mind körök. És sok-sok, ha ide húznánk még vonalakat, így akkor sok-sok körnek az összessége. Tehát térbe helyezzük, azaz 3D-be. És ha 3D-be helyeztük, akkor már ott is a labdánk. Hogy lehet lerajzolni és érzékeltetni? Most megpróbálom, hogy megálljon ez a labda valahogy, talán sikerül. Így. Jó. A fényforrásnak a másik iránya, tehát ellentétében ugye keletkezik egy kis árnyék, és ez az illúzió fogja adni, mint ahogy a gömbölyű formán is, és ez az illúzió fogja adni azt, hogy ez térben, ezt csak így érzékeltetem. Ugye itt árnyék lesz, most egy picit satírozok bele. Sokkal finomabban lehet ezt csinálni, ahhoz mondjuk idő kellene, de egyelőre most nem ez a cél. Így. És nyilvánvaló, hogyha itt a fényforrás, már pedig onnan jön, akkor az árnyék is az ellenkező irányba keletkezik, és így születik meg az illúziója a 3D-nek. Tehát nagyon fontos. Ez nem a valós, mert kettő dimenzió van, még egyszer mondom. Hosszúság, szélesség. Ennek viszont van mélysége, tehát ez a kettő között a különbség. Most ezt a papírt én összegyűrném, amit nem fogok csinálni, akkor érnénk meg azt, hogy ja, hát igen, akkor 3D-be került. Tehát megpróbáljuk érzékeltetni térben, tehát az illúzióját a harmadik dimenziónak, ugye ez a labda. Itt az árnyék, ami keletkezik, a fényforrás nyilván, hogy az ellenkező irányban van, és egy picit már elértünk valamit, ha itt egy kicsit erősítünk az árnyékra, akkor még jobban, nem azt mondom, hogy el fog gurulni a papíron ez a labda, mint a valóságban, de azért már úgy próbáljuk egy kicsit hozzá. Lehet, hogy ezen a részen is kell. És hogy miért jók ezek a vonalak? Ha most egy picit ezt ide tenném, akkor még szerencsésebb lenne. Így van. Még jobban lehet érzékeltetni azt, hogy miről beszélek. Tehát ezek a körök, amik végig futnak ugye a labdán,
ezek a körök eltorzulnak, és ebből fakadóan sokkal, sokkal jobban fogjuk érezni, hogy ez egy labda. De lehetne ez egy alma is, lehetne ez egy bármilyen gyümölcs, kerek gyümölcs, amelyik ugyanígy, hogyha ezt ügyesen megpróbáljuk megcsinálni, akkor tényleg olyan érzésünk van, mintha térben lenne. Így. Na, még egyet próbáljunk. Ugyebár ide. Ezt bátran kipróbálhatja bárki, almát vagy akármilyen gyümölcsöt vehetsz, és próbáld ki magad. Meglátod, olyan öröm, hogyha elérsz egy megközelítőleg hasonló kis eredményt, akkor jó, hát így nagyjából. Persze ezt lehet finomítani, tehát mindig oda kell figyelni, hogy hát is türelem, arról nem kell beszéljek. De szerintem aki szeret rajzolni, az biztos, hogy türelmes lesz, ahogy te is, hogyha kezdetben lehet, hogy nem volt akkora türelmed, de ez fokozatosan szépen kialakul. Jó. Ez egy példa erre. Akkor vehetünk egy másik példát. Én itt már elkezdtem egy tojást. Tehát ez egy kerek forma, ez pedig egy híres tojás forma, amit nem is lehet hasonlítani semmi máshoz, hiszen nem elég, nem csak az, hogy oválisnak a térbeli mozgása, hanem azon belül is ugye van egy picit, egyik fel a tojásnak, azt tudjuk, hogy picit nagyobb, mint a másik. Ez egy csodálatos forma természetben. És azt képzeld el, hogy milyen hihetetlen maga tény, hogy ez a héj, ez most meg van főzve, tehát nem kell félni, nem törik el, hogyha biztos ismered a játékot. Igen, ha rendesen forog, akkor meg van főzve, és azzal nincsen baj. Ha nem forog rendesen, akkor azt jelenti, hogy még friss a tojás, tehát hogy nincs megfőzve. Jó, mutassam még egyszer? Ez egy ilyen játék. Ebből tudd meg. Hogyha össze-vissza forog, akkor azt jelenti, hogy az még nincs megfőzve. Itt a filctól, amit miért ne használjunk bátran, és akkor én már elkezdtem itt egy szép kis ilyen kis csillagocskákat az éken, fenyőfával, de bármit lehet festeni rá. Az a nagyon nagy szerencsénk, hogy a filc az fogja, és szépen lehet rá dolgozni. Ugyebár? És nem is jön le róla, az a jó. És bármilyen figurát, bármilyen, legyen az mesefigura, legyen az, ha csak simán dekoráció, mint ahogy, de nem kell ilyet. Ez nagyon szép hagyomány, maradjon is meg, és gyönyörű dolog, de te, mint alkotó, hogyha rajzolni szeretnél, gyakorlatilag bármit rajzolhatsz rá. Ezt a lehetőséget biztosítja, az a lényeg, hogy legyen megfőzve a tojás nyilván, mert egy kicsit erősebb, akkor az állaga jobban meg tudod fogni. Persze nem kell összeroppant, összetudjuk, de nem kell. Viszont gyönyörűen lehet rá bármit rajzolni, és kezdetben, tehát még egyszer mondom, bármilyen játékos figurát. Én most ezt nem folytatnám, elég, hogyha majd te megcsinálod magadnak azt, amit szeretnél. Még egyet elkezdtem itt, egy ilyen kis tyukicát, meg egy kis kakast, azért ezt közelebbről meg tudom mutatni, hogyha érdekel. Ez egy mesefigura, egy kis kakas, meg egy tyukica. Ugye itt jön elő, hogy mi volt előbb, a tyuk vagy a tojás. Hát most mind a kettő itt lesz. Tyuk is, meg a tojás is, meg egy kis kakas is. Mindegy. Tehát a lényeg, hogy ezt majd ki fogom festeni, és nagyon szép lesz én szerintem. Biztos, hogy... De meg szerintem még szebbet tudsz csinálni, úgyhogy...